Hosszú kihagyás után tudták ismét megrendezni a mezei futóversenyt, ahova a pápai általános iskolások mellett a körzetből is érkeztek diákok. A tét a megyei mezőnyben való indulás lehetősége volt, ahova korcsoportonként az első négy, csapatonként az első két helyzet utazhat. Egy 900 méteres kört jelöltünk ki. Hát én jobban szeretem, ha így folyamatosan látjuk a gyerekeket, hogy merre futnak. És akkor ennek tükrében ugye három korcsoport volt, második, harmadik, illetve negyedik korcsoportosok. A második korcsoportosok azok egy kört futottak, a harmadik korcsoportosoknál a fiúk kettőt, lányok egyet, és a negyedik korcsoportosoknál a fiúk hármat, a lányok meg két kört. Ez egy picivel mondjuk kevesebb, mint a jövő heti megyei mezei futóversenyem. De hát azért tudjuk azt, hogy a gyerekeket azért a mai világban azért nehezebb motiválni ezekre a hosszabb futásokra, de szépen teljesítették a gyerekek ezeket a távokat. Ahogy mondtam már, a megyei mezei futóverseny, ami jövő héten Veszprémben lesz, a korcsoportonként az első négy jut tovább, illetve csapat első kettő. A csapat az úgy áll össze, hogy iskolánként négy eredményt összeadják, és a legalacsonyabb helyezési számok adják aztán a sorrendet. Én személy szerint azért elégedett voltam a létszámmal. Hát körülbelül, ha jól emlékszem, akkor 4 évvel ezelőtt volt városi mezei futóverseny, ugye itt a járvány miatt nem tudtuk megrendezni. Nem lehet összehasonlítani azért, hogy mi volt 10-15 évvel ezelőtt, amikor még tényleg osztályszinten hozták le az iskolák a gyerekeket, de én összességében meg vagyok elégedve a létszámmal. Hát összesen körülbelül 150 nevezés jött le a három korcsoportra. Ez egy kicsit megoszlik, de ahogy néztem, azért úgy arányos volt a korcsoportok között fiúk, lányoknál is, tehát nem volt azért olyan nagyon kirívó, hogy valahol többen vagy kevesebben. Negyedik korcsoportosok is itt voltak szép létszámmal, én úgy gondolom. A negyedik korcsoportos fiúk versenyét Sprejcer Boldizsár nyerte. Úgy érkeztem, hogy az első háromban azért szeretnék benne lenni, de sikerült is teljesíteni, úgyhogy azért elég örülök neki. Ugye három kör volt a te távod, hogy osztottad be az erődet, illetve mennyire szorongattak meg a társak? Hát úgy osztottam, hogy az elején futni kell a többiekkel, aztán utána kicsit lemaradtak, akkor azért futottam azt a tempót, amivel addig is futottam, végén meg kicsit jobban, mert már kezdtek beérni az utolsó körben. Mesélj arról, hogy mióta futsz, komolyan atletizálsz-e? Hát 4 éve futok, de heti 2 edzésre járok. Ugye most tovább jutottál a megyeire, az már azért egy erősebb szint, gondolom. Mivel lennél ott elégedett? Hát egy olyan első 10-ben benne lennék, az már egész jó lenne szerintem. A negyedik korcsoportos lányoknál Sandl Viktória ért elsőként célba. Úgy gondoltam, benne leszek szerintem a top 3-ba, és így is lett. A táv az jó volt. Hát 1 éve atlétizálok, és a tavalyi megyeien összetetten voltam 4. helyezett. Meg a területi bajnokságon szoktam 4. lenni 600 méterbe általában. Most ugye tovább jutottál a megyeire, az egy erősebb szint már, azért azt elmondhatjuk. Mivel lennél elégedett akár idő eredményben, akár helyezésben? Helyezésben 3. hely, 4. Hát az időmet azt nem szoktam nézni nagyon annyira. Mire lehetnek képesek a pápai továbbjutók a megyein? Hát a megyei mezei azért egy keményebb falat, hiszen ott van a két bázis egyesület, ami országos szinten is nagyon jó eredményeket érnek el. Országosan is ott vannak igazából az első 3-ban vagy 6-ban, a Veraci, illetve az SVS-e, de azért én itt, ahogy néztem a gyerekeket, meg ahogy számítom, azért egy 2-3 gyerekre én úgy gondolom, hogy van esélye, hogy az országosra tovább jut. Ott úgy szintén az első 4, tehát a megyei mezéről egy első 4 jut tovább az országosra. Tehát azért az atlétika, hála Isten, azért egy olyan sportág, ahol nagyon sok induló van, itt a mezein is, meg a pályaversenyeken is. A megyein is szintén nagyon sok induló lesz, úgyhogy nálunk már eleve egy országos döntőbe bejutni egy nagyon nagy eredmény. Tehát aki a megyeiről tovább jut az országosra, és ott én azt mondom, hogy most időzébe téve akárhányodik, az már egy nagyon nagy szó. A középiskolásoknak nem rendeztek körzeti versenyt. Ők egyből a megyein vesznek részt, melyet március 30-án rendeznek Veszprémben.